a Weber und miről beszélünk. Arról beszélünk, hogy most megpróbál belém beszélni valami baromságot, amit kitalálta. Horn Gábor dolgozott önnek is? Nem. Ő cége dolgozott önnek? Semmi. A Republikon Intézettel volt egy szerződésünk. Az ATV-ben kényszerült magyarázkodásra Niedermüller Péter. Ahogyan azt a Magyar Nemzet először megírta, 40 millió forint értékben kötött szerződést egy Weber und Mill nevű céggel, saját személyes imázsa kialakítására. Mindezt az Erzsébet városiak adóforintjaiból. Úgyhogy az említett cég vejéhez, a volt SZDSZ-es államtitkárhoz, Horn Gáborhoz köthető. Nem foglalkozott. Az imázsával elégedett? Nem elégedett az imázsával? Milyen imázsával? Hát ugye, hogy ez a cég az imázsán dolgozott. Mindennel elégedett, hogy nagyon szépen, hogy egy kis cukrot vagy egy kis tejet kaphatnak. A Niedermüllerék által személyes profil építésével megbízott Weber und Mill-t Hamm Péter vezette, aki a Horn Gáborhoz köthető Republikon Intézet ügyvezetője volt. Mint ismeretes, Horn 2010-től a Republikon Intézetet fenntartó Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke. Amikor a témáról kérdeztük az érintetteket, meglehetősen ingerülten válaszoltak. Hogy szeretné ezt kommentelni? Sehogy. Egyszerűen nem szeretnék önnel beszélni. De ezek a 40 milliós szerződések miről szóltak? 40 milliós szerződések. Nagyon szépen kérem, hagyjon nekem békét. Úgy látom, hogy kellemetlen az ügy. Én nekem a Magyar Nemzet kellemetlen, mert egy végtelenül ócska propaganda felületnek gondolom, ezért nem gondolom, hogy szóba kéne állni önnel. Ezek a szerződések egy olyan intézettel, illetve KFT-vel kerültek megkötésre, amelyek nemzetközileg is elismertek, komoly think tankok. Niedermüller Péter később az ATV-ben pedig megerősítette, hogy valóban szerződésben álltak a Weber und Mill-el, csupán azt tagadta, hogy ehhez a vejének bármi köze lenne. A családtagommal, aki ugye majd szintén jön ide, és semmiféle szerződést nem kötöttem. A veje Horn Gábor. Majd egy óvatlan pillanatban elszólta magát, és azt is elárulta, hogy a Republikonnal is szerződtek, ami pedig vitathatatlanul köthető a vejéhez. De akkor ezt gyorsan tegyük helyre, Horn Gábor dolgozott önnek nem, is? Nem. Ő cége dolgozott önnek? Semmi. A Republikon Intézettel volt egy szerződésünk. Ráadásul a Magyar Nemzethez egy ismeretlen feladó eljuttatta az ezt igazoló dokumentumokat is. Ezek alapján 2021. szeptemberében Erzsébetváros önkormányzata bruttó 6,2 millió forintos vállalkozási szerződést kötött a Republikon Intézet kutató és tanácsadó KFT-vel. Biztos, hogy látta a híreket, hogy Niedermüller Péterék szerződéseket... De most mondtam önnek, hogy nem szeret. Igen, láttam. Igen, és mit szól hozzá? Mondtam, hogy nem szeretnék nyilatkozni. De igazak ezek a hírek? Hagyjon már béke. Uram, ha én azt mondom önnek, hogy nem szeretnék nyilatkozni önnek, mert a Magyar Nemzettel nem állok szóba, akkor ezt vegyék tudomásul. Köszönöm szépen. De azért mégiscsak mondom, erre... Mondom, köszönöm szépen. Ugye feljelentés is, uram, van az ügyben. Értettem. Mondom még egyszer, mondom önnek, hogy nem szeretnék a Magyar Nemzetnek nyilatkozni.